Sziasztok! A mai nap folyamán felkerül az unboxing csatornámra nem más, mint a Borderlands 3 PS4-es játéknak a kibontása. Ezt a mai nap folyamán kaptam meg névnapom alkalmából, úgyhogy ezt a játékot fogom nektek kibontani. Ez nem más, mint a Borderlands 3. Az első és a második és a pre-sequel rész azzal még nem játszottam, de viszont fizikai formában ez megvan nekem. Most kaptam meg nemrég a munkatársaimtól, mert majd lesz a névnapom, úgyhogy ezt fogom nektek kibontani. Hát amit lehet látni, itt van egy ilyen harcos figura, ez van a Borderlands, ott van fent, hogy PlayStation 4, és ami információ, ez egy FPS lövöldözős játék, itt vannak hátul mindenfajta információ róla. Egy-két játékos, mert ez kóba is lehet játszani. Ehhez plusz is kell, hogyha online szeretnék játszani. 55 GB meg minimum kell hozzá a merevlemezhez, DualShock 4 kell hozzá. Az nekem van. HD lehet 720p-n, 1080 és 1080p-n is játszani. Támogatni a PS4 Pro-t, úgyhogy majd meg fogom nézni, milyen maga a játék. Úgyhogy kibontom. Itt van egy ilyen kis ajtó, ezt itt ki tudom bontani. Ugyanitt tesszük. Úgyhogy ki van bontva maga a játék. Így néz ki. Ezt kibontani. Itt van maga benne a lemez, itt van könyv. Gondolom ez biztos leírja azt, hogy hogy kell feltelepíteni, meg milyen fajta dolgok vannak. Hát itt van hozzá egy ilyen kézikönyv, és itt van hozzá egy ilyen kód. Meg van itt valami Gold Weapon, valami hasonló, de ez most engem az nem érdekel. Hogyha kiajtom így a könyvet, itt vannak ilyen angol írások, magyar nincs is egyáltalán, magyart nem lát, de van. Korlátozott szoftver, garancia, de sehol nem látom azt, hogy hol lehetne mondjuk leírva, hogy hogy kell játszani, meg hogy, de szerintem biztos, hogy benne lesz magában a játékban. A kontrollereknél hát akkor itt van maga. De elég jól néz ki. Úgy tényleg itt a lemez is. Tetszik a játék, majd meg fogom nézni. Úgyhogy jól néz ki. Itt van a hátulja. Ott van minden információ. 18 éven aluliaknak csúnya beszéd van benne. Meg hasonló dolgok. Na hát ez volt a Borderlands kibontó. Úgyhogy ez van. Meg ez a kis papírka hozzá. Úgyhogy majd meg fogom nézni magát a játékot. Így nyuluka voltam. Mindenkinek további szép estét kívánok. Sziasztok!